Szóval most, akik, hogy hallgatjátok ezt a videót, és meg tudjátok engedni magatoknak, akkor kérlek, dőljetek már hátra egy picit így belül. Azért kérnélek erre, mert lehet a hivatásról úgy gondolkozni, hogy meg kell találnom. De nem tudom mi. De hát hogy találjam meg? És ebbe se vagyok jó, abban se vagyok jó. Ebben picit talán, de mi van akkor, hogyha? És így nagyon könnyen rágörcsölünk arra, hogy döntenem kell, és hogy meg kell találnom a hivatásomat. Az Isten, aki jelen van, aki megszólított téged, vagy szólít téged, az lehet, hogy még most nem, erről még nem tudunk beszélni, vagy nem tud megfogalmazni, de hogy van egy megélt hitem és tapasztalatom arról, hogy az Isten valóságos, hogy aktív, hogy jelen van. És hogy neki van egy vágya veled. És hogyha ezt el tudjátok így fogadni, anélkül, hogy most így tudnátok még, hogy mi az, akkor van egy belső beállítottság, amikor elkezditek figyelni őt. Nem olyan figyelni magatokat, hogy te miben vagy jó, vagy te mit akarsz, hanem figyelni azt, hogy ő hogy van veled. Kérdések valahogy így hangoznának most, hogyha visszanézel az elmúlt hetedre, vagy hónapodra, akkor érezted-e őt közel magadhoz valahol? Abban, amit csinálsz, abban, amit élsz, ahogy jelen vagy, kapcsolataidban, csöndben. Hol volt ő? Volt-e ő közel most hozzád? Van-e érzésed arról, hogy ő közel van? Ez az a pont, ahova most ezekben a napokban, amikor így a hivatásról gondolkodunk, akkor nem csak gondolkodunk róla, hanem szeretném azt, hogyha oda tudnátok menni ehhez a megélt tapasztalathoz, ahol ő van. Nem tudom, hogy ott vagytok-e, de hogyha ott tudtok most lenni egy kicsit, akkor így kezdjetek el beszélni hozzá. Akár így félhangosan, akár így legbelül. Meséljetek már neki arról, hogy mit éreztek. És kérdezzétek meg tőle, hogy ő mit érez. Hogy ő mit érez feléd, veled. És a hivatásotok bármi is legyen az, akár anyaként, apaként, papság felé, szeretesség felé. Csak engedjétek most ezt, és figyeljétek azt, hogy ő mire hív, mit érez ő. Ez lesz a következő lépés. És reméljük, hogy a következő alkalom, akkor így haladtok ezen az úton, és hogy megtalálhatjátok őt, aki hív. És gyertek vissza ebbe a belső térbe, ahol nem ti tesztek, hanem ő aktív. És engedjétek, hogy az a hivatás, amit kaptatok, az erősödhessen, az növekedhessen így bennetek.